Az elmúlt évben jelentős növekedésről számoltak be a magyarországi lakástakarék pénztárak, tavaly az új szerződéses összeg és a hitelkihelyezés is bővült, egyre több ügyfél igyekszik teljes mértékben kihasználni az állami támogatást, és most itt van az új lakásvásárlást ösztönző megtakarítási forma, a Nemzeti Otthonteremtési Közösség. A lakástakarékok alapvetően lakásvásárlási céljainkat szolgálják. Az évente 72 ezer forintos állami támogatással. Ez a 30%-os állami kedvezmény nyújtja a konstrukció erősségét, ami miatt népszerű. Nem csak az első lakást vásárlók, hanem 5-ből 4 lakástulajdonosnak is segít az LTP komfortfokozatot váltani, mert a futamidő alatt összegyűjtött betét felújításra is felhasználható. Sokáig egyedi volt a termék a piacon, nemrég viszont a Nemzeti Otthonteremtési Közösség szállt harcba az ügyfelekért, ami egy új, lakásvásárlást ösztönző megtakarítási forma. A NOK-nál egy közösséghez csatlakoznak a tagok, vállalják a havi takarékoskodást annak érdekében, hogy lakáshoz jussanak 30%-os, maximum évi 300 ezer forintos állami támogatást kaphatnak. Hozzá kell tenni, hogy legalább havi 55 ezer forinttal érdemes beszállni. Fontos megjegyezni azt is, hogy a megszokott megtakarítási formáktól eltérően itt sorsolás és licit alapon működik a kifizetés, valamint hosszú távú anyagi elkötelezettséget jelent a belépés. A témát folytatjuk itt a stúdióban. Vendégem Zborainé Barkasz Ianikó, pénzügyi tanácsadó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon frissek az információk a Nemzeti Otthonteremtési Közösségekkel kapcsolatosan. Tulajdonképpen még a pénzügyi tanácsadóknak is most zajlik egyfajta felkészítése arra vonatkozóan, hogy hogyan is fog működni ez a konstrukció. De mindenesetre szeretnék bevezetni minél hamarabb, mert hogy már meg is kezdődött a toborzása ezeknek a közösségeknek. Szerintem érdemes azt tisztázni, hogy miben más ez, mint a hasonló megtakarítások, amik most a piacon elérhetők. Elsősorban mi a különbség? Mi a különbség? Hadd kezdjem már inkább a hasonlósággal. Jó, akkor így könnyebben át tudom vezetni. Mind a két fajta a lakástakarékpénztár és a NOK működésénél az állami támogatás lehívása akkor lehetséges, hogyha rendelkezünk adószámmal. Egy szerződés egy adószám alapján van nyilvántartva, ez a közös. A különbség pedig az, hogy ezt csak új lakás vásárlására lehet felhasználni. A másik itt jövedelemvizsgálat is van. Mert a megtakarítás és a elindítása előtt meg kell győződnünk arról, hogy a leendő tag megfelele a jövedelem terhelhetőségi mutatónak, amit szintén törvény szabályoz. Jellemző-e az, hogy még az egyikbe viszonylag alacsonyabb összegekkel is belehetett szállni, addig itt meghatározottan, én is mondtam ebben a rövidke kis felvezető anyagban, egy magasabb összeggel lehet beszállni. Ez így van, de ezért cserébe az állami támogatás is sokkal magasabb, akár 4,5 millió forint is lehet, ami már egy jelentős összeg. Milyen időtartamra, milyen távra lehet szerződni ebben az esetben? 10 éves és 15 éves futamidejű megtakarítások vannak. Ezek hosszú távú megtakarításoknak számítanak, hamarabb ki lehet-e szállni, vagy lehet-e licitálni lakásra? Ugye ez is szóba került, hogy itt más lesz a konstrukción belül, hamarabb is lakáshoz lehet jutni, mint mondjuk egy hagyományos megtakarítási formánál. Valóban, amikor a tagokból összeáll egy közösség, akkor ezt a Magyar Nemzeti Bank regisztrálja, és már egy pénzügyi csoportként, pénzügyi közösségként létezik. Minden tagnak kötelessége a fizetés, mert ez rendszeresen ellenőrzésre kerül. Ha valaki úgy gondolja, hogy a tagsági viszony elindulása után nem egy havi megtakarítással akar indítani, hanem akár a 20%-át is be tudja fizetni, akkor ez mind a közösség vagyonát, vagy a közösség számláján lévő pénzt gyarapítja. Negyedévente sorsolnak, és a közösség számláján lévő összes pénz szétosztásra kerül. Tehát így előfordulhat, hogy én egy
10 éves megtakarításban gondolkozom, de rövid időn belül hozzájuthatok az általam remélt lejárati összeghez. Miért tesz ehhez, vagy mennyivel tesz ehhez többet az állam, több támogatást? Mit jelent ez a számok tükrében? Itt is évi 30%, de a megtakarítás nagysága és a futamidő, itt ugye a legrövidebb futamidő 120 hónap, ezért lehet ez akár 4,5 millió forint is. Milyen feltételekkel lehet belépni egy ilyen közösségbe? Az életkor az nagyon fontos, 18 és 60 év közötti életkornak kell lenni. Biztosítást is kötelező kötni a tagoknak, átruházható természetesen, és hasonlatosan az LTP-hez, itt is össze lehet vonni akár több szerződést is. Ezt már a toborzáskor vagy a taggá válás előtt érdemes egy családban tisztázni, mert ha össze szeretnék vonni ezeket a szerződéseket, akkor egy közösséghez kell tartozni, és akkor a szervezőknek, nekünk az a dolgunk, hogy egy közösségbe tartozzanak a családtagok. Azért lehet erről olvasni, erről az újfajta konstrukcióról azt is, a pénzügyi tanácsadók, illetve a szakemberek leírják a sajtóban is, hogy főként azoknak jó, vagy azoknak jelenthet előnyt, akiknek egy magasabb fizetésük, vagy jövedelmük van. Ugyancsak meg kell kérdezem, számokban mit jelenthet ez? Ugye én is mondtam, hogy egy ilyen 50 ezer, 55 ezer, 80 ezer forintos havi befizetést jelentene ez. Igen, fizetőképesség nyilatkozatot kell tenni, amikor taggá válunk. Amikor pedig kifizetésre kerül a sor, akkor jön a jövedelem vizsgálat. Ugyanúgy, mint amikor hitelt veszünk föl, erre is a törvényi szabályozás vonatkozik, 400 ezer forint jövedelem alatt 50%-ig terhelhető a bérünk. Ezt a fajta megtakarítást lehet-e hozzákötni, lehet-e hozzárendelni valamilyen egyéb hitelkonstrukcióhoz, hiszen azt láttuk már korábban, hogy csak az LTP-kkel tudom összehasonlítani, és azzal hasonlítja össze mindenki, hogy azokat lehetett kombinálni lakásvásárlási hitelekkel is például. Annak mindenféleképpen első rang helyen fog szerepelni. Tehát akkor ugyanúgy. Igen, hogyha második helyre bemegy bárki mögé, akkor lehet. Nagyon jó hír még az, hogy még plusz mindenféle állami támogatást is ki lehet használni, mert lakástakarék pénztári szerződéssel is összevonható. Tehát már meglévő akár meglévővel, vagy újonnan kötött lakástakarék pénztári szerződéssel, mivel a két állami támogatás nem üti, hanem akár ki is egészítheti egymást. Na most mindenféle termékkel kapcsolatosan, és itt a megtakarításokra is vonatkozik ez, egy kicsit az emberek óvatosak, hogy hová teszik a pénzüket, hová fektetik be, vagy hová fizetik be a pénzüket. Milyen biztosítékok vannak tulajdonképpen arra, hogy jó helyen van a pénze 10-15 évig annak, aki belép egy ilyen közösségbe? Törvény szabályozza a közösség működését, ami azt jelenti, hogy nem fizetés esetén a tag kizárható. Ha valaki már hozzájutott a támogatáshoz, és ebből vásárolt már ingatlant, vagy épített, de még nem telt le a megtakarítási időszak, ugye itt visszajön, hogy akár licittel, vagy sorsolással jutott hamarabb a pénzéhez, és nem fizeti a megtakarításait, akkor azonnali árverésre kerül a sor, ez a többi tag biztonsága érdekében. A Magyar Nemzeti Bank felügyeli, azon kívül a KNTH Bank ZRT-nél egy zárt számlán van a tagoknak a pénze a megtakarítási időszak alatt, és a tagi vagyonnak a 0,3%-át pedig letétbe helyezik. Tehát ez biztosítja a zavartalan működést. Tehát ön a szakmában van már nagyon sok éve, és látja, hogy kinek milyen, vagy kiknek milyen konstrukciók a megfelelők. Ön szerint kik fognak belépni az ilyenfajta, vagy az e-féle közösségekbe? Itt vidéken lesz ennek népszerűsége? Mit gondol erről? Biztos, hogy sok érdeklődő lesz, de ugyanúgy, mint ahogy egy hitelfelvétel előtt sokféle szempontból kell megnéznünk, hogy kinek milyen konstrukció a megfelelő. Itt is azért egy hosszabb beszélgetés után tudnám tanácsolni bárkinek is, hogy számára ez a legmegfelelőbb. Köszönjük szépen az információkat! Kérem szépen!